A tavaszi beiratáskor kevés szülő kérte a gyermeke felvételét a Napsugár óvoda Munkácsi utcai tagovodájába, a szintén az intézmény tagovodájaként működő Dunakömlődi óviba viszont a jelenleginél jóval több, 37 kisgyermek kezdi meg szeptemberben a 2013-14-es nevelési évet. A képviselőtestület úgy határozott, áthelyezi a pillangó csoportot a Malomhegyről Kömlődre. Erről a képviselőtestület május 22-i ülésén döntött, ennek a határozatnak az ismeretében kerestük fel a Munkácsi utcai tagovoda szülői közösségét, különös tekintettel a pillangó csoportba járó gyerekek szüleire, és tájékoztattuk őket az önkormányzat döntéséről. Ezek után felajánlottuk a választási lehetőséget a szülőknek a másik két csoportba való átiratására a gyermeknek. A szülők döntöttek, így értesítjük az újonnan beiratott gyermekeket, hogy melyik csoportba kerülnek ezek után a Munkácsi utcai tagovodába. A Munkácsi utcai tagovodában szeptembertől működő két csoportban a létszám így sem haladja majd meg a törvényben engedélyezett maximális létszámot, és továbbra sem szerepel az önkormányzat tervei között az intézmény bezárása, tette hozzá Tellerit alpolgármester. Ha a demográfiai adatok úgy alakulnak a következő években, hogy Dunakömlődön két csoporttal kell tovább mennünk 2014-ben, 15-ben, és a Munkácsi utcai tagovodába is nagyobb létszámú gyermek kerül beiratásra, akkor természetesen újra nyitjuk a csoportot. Ennek minden infrastruktúrája, tárgyi feltétele megvan. Hát kívánom, hogy így legyen, hogy esetleg egy-két éven belül újra három csoporttal működhessen a Munkácsi utcai tagovoda. A csoportáthelyezés nem jár létszám leépítéssel. A pedagógus álláshelyek átkerülnek a Dunakömlődi tagovodába, egy szakmai munkát segítő munkatárs pedig a Benedekelek óvodában folytatja tevékenységét egy nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyen.